két-három fős brigád építi az ügyeleti központot Szekszárdon. A kivitelező cég vezetője azt mondja, a koronavírus járvány miatt kénytelenek így dolgozni, de egyelőre van még munkájuk. Zsobrák Róbert hozzátette, az építőipar Magyarország egyik húzó ágazata. Úgy véli, kormányzati támogatásra lenne szükség a KKV szektorban, hogy elkerülhetőek legyenek a tömeges elbocsátások, és fennmaradjanak a cégek. Nehézkes a dolog, de teljes munkaidőbe tudjuk foglalkoztatni, nem akarjuk 4 órába foglalkoztatni, meg szeretnénk tartani az összes kollégánkat, és hogyha lehetőségünk van, még bővíteni is szeretnénk. Korcsmár István az ipari épületeket és mélyépítést végző 100 főt foglalkoztató Aliszka Bau ZRT vezérigazgatója azt mondja, munkájuk egyelőre van, de azt ők is érzik, hogy lelassultak az előkészítés alatt álló projektek. De ez természetesnek tartja, mert a fizikai dolgozókon túl mindenki otthonról dolgozik. Azt mondja, a járvány miatt nehézkes a hatóságoktól beszerezni a szükséges engedélyeket, és az is problémát okoz számukra, hogy az anyagbeszerzés lelassult és drágult, valamint mindenhol előre kell fizetniük. Nagyon nem jó irányba megy a dolog. Ez két irányzat. Az egyik az, hogy folyamatosan kapjuk a beszállítóinktól, hogy ez elfogyott, ez nem lesz, és elég meredeken emelkednek az árak. Ez az egyik fele, ami azt gondolom, hogy abszolút nem tesz jót az építőiparnak. A másik fele pedig egy olyan két hét ezelőtt időszakra számítva kezd elharapózni az előrefizetés. Tehát, hogyha mi valamit szeretnénk vásárolni, megrendelni, a gyártó, vagy a közvetítő, vagy a szolgáltató az úgy áll rá, hogy mi előre elutaljuk a pénzt, kifizetjük 100%-ig, és akkor majd valamikor megkapjuk. Sőt, ennek már vannak durvább részei, van, ahol készpénzt kell vinni. Na most ez annyira nem mutat jó irányba. Korcsmár István úgy véli, ha ez a válsághelyzet sokáig kitart, az keményen visszaüt a gazdasági helyzetükre. Egyelőre azonban senkit sem kellett elbocsátaniuk. Mi is jövő héten hétfőn leülünk, és megpróbáljuk végigbeszélni, hogy most ennek az lesz a végeredménye, hogy akkor azt mondjuk, hogy kedves kolléginák, kollégák, szabit veszünk ki, vagy szabit vesztek ki, vagy pedig az, hogy csökkentjük a munkaidőt, ezt én most nem tudom megmondani, de biztos, hogy ezt hónapokig nem bírjuk. Tehát úgy nem tudunk fizetést adni, hogy nincs mögötte munka. Kolyi László az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke úgy látja, egyre több projekt áll meg, akadoznak a megrendelések is. Márciusi hónapban körülbelül csak 65%-os nagyságrendű volt a havi új megrendelés, mint amire számítottunk. Ebből is adódik az építőiparnak egy nagy problémája, hogy el kell kerülnünk, hogy zuhanásszerűen csökkenjen az építőipar rendelés állománya, mert akkor kerül olyan nehéz helyzetbe, hogy nem tudja a létszámot és a munkahelyeket tartani. A szakszövetség több javaslatot fogalmazott meg a kormányzat felé, annak érdekében, hogy ne induljanak meg a tömeges elbocsátások az ágazatban. Ha az építőipar nem tud április-május hónapban úgy szerződni, mint ahogy azt mondjuk a múlt év vége felé tette, akkor súlyos foglalkoztatási problémák lesznek az ágazatban. Ezért javasolta az EVOSZ, hogy legyen egy olyan állami önkormányzati építési beruházási csomag, amelyik lehet, hogy csak az év vége felé vagy ez évet követően jelent volna meg keresletként velünk szembe, hogy legyen úgymond előrehozott megrendelési csomagja az államnak és az önkormányzatoknak. A szövetség becslései szerint a már eddig idénre kötött megállapodásokon felül körülbelül 500 milliárd forintos kormányzati és önkormányzati beruházási csomagra lenne szükségük.